a vegyszermentes kertről tartott előadást Deák Albert Kisteleken. Az erről készült felvételeinket tekinthetik meg a következőkben. Jó, szerintem kezdjük neki. Átadom a szót, sok szeretettel köszöntök minden megjelentet itt a Biogazda Műhely eladásán, és már átadom a szót Deák Albertnek, aki mindent elmond nekünk. Kedves, hogy köszönöm szépen a szót, sziasztok, jó estét kívánok mindenkinek. Körülbelül ismerek majdnem mindenkit, helyek közel, titeket még nem. Bemutatkozom, én Deák Albert vagyok, nemrég költöztünk Szentesről Kiskunfélegyháza mellé, Jász Szent Lászlóra, az új tanyánkra, illetve pontosabban nem is Jász Szent László, hanem Kalmárföld, úgyhogy most már itt a hátsó majsai surranó pályán tudtam ide jönni. És hát bemutatkozás gyanánt egy pár szóban, én alapvetően vendéglátást tanultam, Hódmezővásárhelyen, szakás, cukrász, utána eltévedtem valahogy a vendéglátóipari főiskolára is, azt is elvégeztem, és hát többé-kevésbé ezen a pályán maradtam, dolgoztam itthon is vendéglátóiparban, szállodákban, illetve külföldön is hajóztam is, illetve Írországban is. És akkor még nem tudtam, hogy mi a jó Istent is csinálok én ebbe a vendéglátásba. Azt hittem, hogy pénzt keresek, és stb. De aztán rájöttem mostanában, amikor már így a táplálkozásnak az egészséges mi voltával foglalkozok, illetve indítottunk 6 évvel ezelőtt egy zöld menü néven futó gluténmentes vegán és családi kifőzdét, amivel már azt céloztuk meg, hogy egyrészt segítsünk az ételérzékenyeknek, hogy egyáltalán megismerkedjenek azzal, hogy úristen, mit lehet enni, ha gluténmentesen kell éppen táplálkozni. És most kezdem megérteni, hogy az a nagy vendéglátós kör, amit befutottam a világba, az ahhoz kellett, hogy lássam, hogy mi működik jól, illetve hol vannak azok a hibák az ételek és a táplálkozás során, amit ki kell javítani. És most ezért vagyok itt körülbelül, és egy nagyon rövid eszenciáját próbálom annak átadni, hogy milyen eredményekre, illetve milyen tapasztalatokra jutottam, illetve jutottunk, mert ez nem csak az én munkám, hanem a családomé, és a szűkebb, tágabb baráti ismerősi környezetére, akik egyrészt hajlandóak voltak megenni azt, amit főztünk, másrészt minősítik azt, amit készítünk, és elmondják a véleményüket, de leginkább az egészségügyi hatása, ami érdekes, hogy látom, hogy akár csak az, amit mi főzünk, a gluténmentes és a vegán menü, az milyen különböző hatásokat okoz egyes embereknél, és elképesztő, hogy majdnem mindenkinél teljesen más hatással van, és ez a mai nap témája az élő ételek, illetve hogy mitől élő, mi a csoda az az élő étel, ehhez szorosan kapcsolódik, és meg fogjátok látni, illetve megpróbálom érthetően elmondani, hogy miért van az, hogy minden embernél teljesen más, hogy működik a táplálkozása, ha eszik egyfajta ételt, az máshogy fog működni nálad. Vannak azért alapvető szabályok, irányvonalak, de mégis egy kicsit más. És a mai napnak ez lesz a témája, így a bemutatkozást lezárva, hogy élő ételek, illetve hogy mi ez az élő étel. És azért próbálom egy kicsit ilyen gyorsabb gondolatmenet mentén vinni, mert másfél óra körül vagyunk így együtt, ugye, jól emlékszem. És erre a témára, hogy élő étel, ez csak egy ilyen eszencia. Én azt látom, hogy az elmúlt 10 évben, én 10 évvel ezelőtt lettem vegetáriánus. Akkor még azt mondhatom, hogy még a ma is hagyományosnak
mondható, és itt a hagyományos, most már nagyon idézőjelbe kell tenni, inkább azt mondom, hogy a ma megszokott étrend, amit mi a szüleinktől és a nagyszüleinktől átvettünk, az nem egyenlő a hagyományos étrenddel. Teljesen másról beszélünk. A hagyományosnak én azt nevezem, ami sokkal régebbre megy vissza, és körülbelül az ipari forradalom előtti időszakra vonatkozik. Tehát amíg nem voltak gépek, élelmiszergyárak, nem kezdett el beindulni az az élelmiszeripari gépezet és az ipari mezőgazdálkodás, nem kezdett így nagyon szépen együtt működve elindítani ezt az ipari élelmiszert. Na, az a hagyományos étkezés, és ez ma nekem is furcsa volt, de hozzá kell szoknunk, hogy igazából most újra tanuljuk azt a hagyományos étkezést és ételkészítési módszereket, amit hát röpke 150 év alatt így a köztudatból kikapott, így finoman fogalmazva. Belecsapok a közepébe, mert millió egy dolgot lehet erről mondani. Azt, hogy mi a csuda az élő étel, ezt attól a kályhától kell elindítani, hogy egyáltalán az életben lévő, hogy csak leszűkítjük a biológiai folyamatokra, de általánosságba véve is minden szinten az egyensúlyi elvnek a megértésén alapul. Tehát ha megértjük az életben azt, hogy minden folyamat, minden esemény, minden környezeti folyamat, ennek a részletei, biológiai, kémiai, fizikai folyamatok mindig egy egyensúlyi elven alapulnak, és egy egyensúlyt tartanak fönt. És nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy van-e olyan az életben bármivel, hogy kibillen az egyensúlyból. És addig-addig gondolkoztam és olvasgattam utána, hogy nincs ilyen, hogy kibillen az egyensúlyból. Tehát ha most mondok egy nagyon rövid példát, valakinek így megjelenik egy betegségtünet, akkor azt rosszként értékeljük, és mindenki azt mondja, jó, hát kibillentél az egészségedből, megromlott az egészséged. Abszolút nem arról van szó. Ott akkor abban a helyzetben azzal a betegséggel vagy egyensúlyban, mert valami megváltozott. És a betegség jelez, hogy hát én most így tudok egyensúlyban lenni ezzel a betegséggel, ahhoz, hogy te az életben maradhassál. Tehát mindig egyensúly van, és csak át kell kicsit fogalmazni, hogy nem kibillenünk az egyensúlyból, hanem eltolódunk az egyensúllyal együtt, valamilyen irányba. Most nehéz azt mondani, hogy jobbra, balra, le, föl, de valamilyen energetikai irányba eltolódik ez az egyensúly, de megmarad. Csak a jelzéseit kell figyelni az egyensúly eltolódásnak, és abból kell következtetni, hogy ha betegség van, vagy egyéb más eseményről van szó. Ezt most azért rajzoltam föl, gondolom mindenki ismeri, ez elég elcsépelt, de nagyon hasznos szimbólum. Ez a yin-yangnak a jele. Ez képezi az egyensúlyi elvet, ami azt jelenti, hogy mindig egyensúly van, tehát nem tudsz két olyan átellenső pontot mutatni, amikor ne lenne egyensúlyban ez az egész történet. Csak így pont nézzetek utána, tehát ez csak azért, hogy innen fogunk tudni tovább menni oda, hogy az élő étel mit is jelent az, hogy élővé tesszük az ételeinket, illetve mik az élő ételek. Ez így körülbelül tiszta, nem a yin-yang, mert annak komoly szakirodalma van, de hogy mindig egyensúlyban van minden az életben, csak egyfajta eltolódás. És most megmutatom, hogy kicsit egy ilyen lineáris síkon, kivetítve egy ilyen vízszintes vonalra, jobban érthető legyen, palincs. Mi úgy hívjuk, hogy palincs, amúgy libikóka, ja. Vagy mérleghinta. Medencei palincs. Palincs. Szentesen? Szentesen palincs. Igen.
Na, mutatom. Ez úgy néz ki, hogy nézzünk egy palincsot, mondjuk itt van a közepén a középső pontja. Szervusztok, gyertek be! És azért ezen könnyű megérteni, ahogy mindig egyensúlyban vagyunk, mert ha beállunk ennek a mérleg hintának a közepére, úgy nagyjából a közepére, akkor ott mennyi erőt kell kifejteni ahhoz, hogy egyensúlyban tartsuk a mérleg hintát? Hát úgy picit, ugye? Pici bal, pici jobb, ugye? Sőt, nagyon tetszik, a kislányom már próbálgatja, hogy egy botot fog a kezébe, és hogy mennyivel könnyebb azon egyensúlyozni egy kis pallón, vagy valami vékony deszkán végigmenni, hogyha van egy nagyobb súly neki. Tehát próbálgatja azt az egyensúly állapotot. De mi történik akkor, hogyha mondjuk úgy állunk a mérleg hintán, hogy ilyen nagy terpezben, ez ilyen nyakigláb emberke, mi történik a nagy terpesznél? Kicsit elbillensz jobbra, akkor mekkorát billen a hinta, vagy a mérleg hinta, meg ide mekkorát billen, tehát sokkal nagyobb kilengéssel kezdünk el dolgozni, és igazából ebből lehet majd megérteni az egyensúlyi, szervusztok, az egyensúlyi elvnek a ilyen fizikai szintű lineáris kivetülését, hogy az élet minden szempontjából nekünk célszerű mindig közel lenni az egyensúlyi állapothoz. Viszont fontos benne, hogy nincs olyan egyensúlyi állapot, hogy időben, fizikai térben így megállunk. Tehát ez mindig egy állandó mozgás van, ugye az előbb a yin-yang jel nem véletlen egy kör alakú, mindig mozgásban vagyunk, csak nem mindegy, hogy ilyen szép nyugodtan állunk a mérleg hintán, ilyen ringatózó mozdulattal, vagy dobálózunk, mint egy viharos tengere, hogy lepuffanunk ide, átmegyünk a túloldalra, mert ennek az a jellemzője, hogyha eltolódik az egyensúlyunk nagyon a szélsőséges egyik irányban, majd mindjárt meg is nevezem, akkor utána az élet azt mondja, hogy kibillentél, bocsánat, ez a törvény, akkor egy sokkal erősebb ellenpólus kell, hogy jöjjön, és akkor majd visszabillentelek. Tehát olyan nincs, hogy most táplálkozás szempontjából mondok egy példát, hogy jó, bezabálok marha pörköltből, sós, zsíros, húsos, nagyon-nagyon yang természetű, az az egyik oldal, bezabáltam, és utána mondjuk emésztek, és egy óra múlva nem az a gondolat jön, hogy hú gyerekek, együnk már meg egy jó, zsíros malac sültet, hanem az jön, hogy hát nem kéne egy kis sütikét enni, vagy egy kis fröccsöt meginni, vagy egy sört lehúzni rá, hogy kicsit tompítsuk ezt az érzést, vagy egy fagyit megenni, vagy egy hol egy tábla csoki. Azért, mert ezek meg nagyon szélsőséges másik oldalon vannak, yin oldalon vannak, és ezért van ez a mérleg hinta, hogy marha pörkölt, cukor. Berugok, akkor megint marha pörköltet fogok kívánni, tehát ez oda-vissza játszik, tehát egy alkoholfogyasztás, az vonza magával, hogy a zsíros, húsos dolgok felé kezdünk el egyensúlyozni. Tehát ez egy kicsit már a táplálkozás szempontjából, ezt érteni kell. Az egyik oldal yang, másik yin-es oldal, erre még valószínűleg sokat vissza fogok térni. De el kéne jutnunk az élő ételekig. Azért innen indultunk, mert az élő ételeknél és gyakorlatilag egy egyensúlyi helyzetet játszunk, így finoman fogalmazva, folyamatosan. Ott most egy kicsit a vízszintes helyzetből megyünk a függőleges helyzetbe. Ugyanis az élő ételeknél
egy néhány fogalmat szeretnék nektek elmondani. Mi az, hogy élő étel? Ami eszetekbe jut, egy-egy szót, vagy egy-egy fogalmat mondjatok már, légy szíves, hogy lássuk, hogy kinek mit jelent az, hogy mitől élő egy étel. Friss zöldség. Friss zöldség. Jó, Tamás? Savanyított ételek. Savanyított, fermentált ételek. Nem nyers, tehát nem főtt. Nem főtt, hanem nyers. Látszik a tapasztalat és a képzettség. Igen? Gyümölcsök. Gyümölcsök, az jelenti az élőt. Zsuzsa? Szállított gyümölcsök, szállított étel. Tehát akkor nem feltétlenül friss, de még ilyen. Tehát egy asszaltokra gondolsz, hogy asszalt gyümölcsök, asszalt szárított zöldségek, stb. Igen, ez egy érdekes, ez is benne lesz a gondolatmenetben. Én is a savanyítottra gondoltam. Savanyítottra? Te is mondasz valamit? Nem? Kovász. Kovász, nagyon jó. Az már egyik gerince a dolognak. És a nyersre gondolom. Nyers hús. Nyers hús. Bíztek. Ja, még szalad. Igen, szalad. Jó helyen, nagyon jókat mondtatok. Ezt így összegyúrjuk, és még jön hozzá egy-két dolog. Ezt egy függőleges tengelyen fogom nektek szemléltetni. Kezd kifogyni, úgyhogy szimpátok. De jó is lesz, mert fölfele legyen most piros, lefele legyen zöld. Nincs jelentősége. És na mi is ez? Az élő ételeknél úgy lehet megkülönböztetni, hogy mi az, ami az életet felépíti, és mi az, ami lebontja. Ami felépíti, az jelöltem én fölfelé menőnek, ezt én úgy hívnám, hogy hát vagy az életet éltető, vagy pedig felépítő, inkább, bocsánat, ezt a szót kerestem. Tehát az életet, ez a felépítő, most maradjunk csak a táplálékoknál, és ebbe pontosan beleillik, amit mondtatok, hogy friss ételek, savanyított ételek, kovászolt ételek. A szárítottnál már kicsit más a helyzet, azt majd mindjárt elérünk oda, hogy ott mi. És a lefelé ható iránya pedig a lebontó folyamatok. És táplálékok szempontjából gyakorlatilag mindig azt vizsgáljuk, hogyha veszünk egy valamilyen zöldséget, gyümölcsöt, gabonát, bármi, hogy az önmagában az adott állapotában az életet felépítő, tehát élő irányba viszi az emberi szervezetet, vagy pedig a lebontó irányba megy. Most bármilyen példát lehetne mondani, kirakunk az asztalra egy almát, vagy egy káposztát. Ha ott áldigál a káposzta, akkor ugye friss formájában még nagyon jó, teli van enzimekkel, vitaminokkal, tápanyagokkal, az még egy életet fölépítő folyamat. De mondjuk egy hét múlva arra megyünk, és jó meleg közeg volt, tehát volt ideje neki a lebontási folyamattal megindulni, akkor azon megjelenik egy kis feketedés, aztán tovább megyünk, akkor elkezd penészedni, beindul benne egy lebontó folyamat, az már nyilván nem szolgálja az életet, és egy idő után elrohad az a káposzta, vagy az alma szintén megrohad, stb. De ugyanazt a káposztát tudjuk-e például irányítani, hogy kirakom az asztalra, de hogy ne rohadjon meg az a káposzta, tehát ne induljon meg a bomlás felé, hogyan tudjuk tovább vinni azt a káposztát az életet fölépítő irányba. Itt jön az, amit mondtatok,
vagy fermentáljuk, tehát egy fermentációs folyamatnak tesszük ki, aminél hát többféle módszer van, vagy valamilyen olyan tartós formába hozzuk, ahol élő marad és nem keletkezik benne, tehát elzárjuk a lebontó folyamatok elől. Itt kulcs szerepe van annak, hogy mi hogyan szabályozzuk innentől kezdve azt a káposztát vagy azt az almát, mert vannak szabályzó eszközeink. Ilyen egyik nagyon bonyolult szabályzó eszköz a só. Tehát sóval tudjuk például szabályozni, hogy mi történjen azzal a káposztával, illetve hogy elzárjuk-e a környezettől, vagy nem zárjuk el a környezettől. Magyarul bezárjuk egy üvegbe, oxigénmentes, tehát levegőmentes állapotba, vagy nem zárjuk le. Ezzel is tudjuk befolyásolni. Tehát van többféle eszközünk arra, hogy befolyásoljuk, hogy komposztra fog menni, vagy elrohad, vagy pedig lesz belőle még emberi szervezetet szolgáló étel. Úgyhogy maga olyan, mint élő étel, a mai köznyelben leginkább csak a frisset mondják élő ételnek. De ez nem fedi a valóságot. Ugyanis az igaz, hogy lehet úgymond élő ételnek nevezni a friss zöldséget, gyümölcsöt. De van ennek egy másik vetülete, hogy nem csak az élő ételre van szükségünk, illetve ha csak élő ételeket ennék, tehát csak friss zöldséget, gyümölcsöt, az önmagában nem lenne elégséges, hanem kellenek olyan ételek is, amik viszont támogatják ezeket az élő folyamatokat. Tehát én itt ketté szoktam választani, hogy egyrészt vannak ugye, amit tipikusan élőnek nevezünk, illetve vannak olyanok, amiket az élőt támogatja. Az élőt támogatja, és akkor most nézzünk egy példát, hogy támogatja-e. Megfőzünk egy köles kását. Az hőkezelt, igazából nagyon tipikusan élő anyagok nem maradnak benne, a hő az úgy körülbelül lenullázza az élő flórát benne, de megesszük, és mégis az élő folyamatokat támogatja. Azért, mert az a köles kása, az táptalaja annak az élő flórának, ami bennünk van. Tehát úgy támogatjuk az életet felépítő élő folyamatainkat, hogy a bennünk lévő mikroflórának adunk ennivalót. Amellett, hogy nyilván egyéb tápanyagok, nyomelemekhez is hozzájöttünk belőle. Tehát van ez a másik csoportja az élő ételeknek, amikor támogatjuk. És kedvenc például a kovászos kenyér, ami önmagában egy, szerintem a világnak a legesleg ötletesebb, viccesebb és legtökéletesebb alkotása, ugyanis amellett, hogy nagyon egyszerű, liszt, víz, meg aztán só, amivel szabályozzuk a kicsit a folyamatot, de hogy abban is például az élő flóra, ami dolgozik, az mennyire okosan van kitalálva. Nem elég, hogy elszaporodik a lisztben, a kenyértésztában, és átalakítja nekünk a szénhidrátokat, fehérjéket, mindent megesznek, átgyúrják, átalakítják, könnyen emészthetővé teszik, savakat gyártanak elsősorban, tejsavat gyártanak, stb. Egy hihetetlen komplex hatványozási munkát végeznek, tehát a kiinduló marék liszthez képest a végleges kovászolt kenyér tésztának a élettani hatása az nem összehasonlítható. Tehát sokszorosan több élet van a kovászolt kenyér tésztában, de ami nagyon-nagyon vicces ebben a dologban, hogy ezek a mikroorganizmusok a kovászolási folyamat során
legyártják még a saját maguknak szükséges tápanyagot is, tehát nem elég, hogy megeszik a lisztet, hanem azokból még olyan hasznos, elsősorban összetett cukrokat, tehát szénhidrát formájú láncokat hagynak maguk után, amiket ha mi megeszünk, a benti bélflórának tökéletes tápanyagot fog biztosítani. Tehát még azt is saját magukat táplálják. Itt azért tudni kell, és azért sok olyan gondolat jut eszembe, ami kicsit kiugrik a témából, de hogy értsétek, hogy a kint lévő mikroflóra nagyrészt nagyon sok egyezés van, és nagyon sok hasonlóság a benti mikroflórával, tehát elsősorban most beszélek a bélflórában található dolgokról. A legfontosabb itt a teljesabb baktériumok, illetve a baktériumoknak a összetett munkája, ugyanis van egy nagyon jó vizsgálat és kutatás rá, ahol összehasonlítják a bélflóra és a kovászos kenyérben talált baktérium törzseknek a miben létét, és gyakorlatilag rengeteg azonosság, tehát ami dolgozik a kenyérbe, ugyanazok a baktérium törzsek dolgoznak bent, tehát nagyon nagy hasonlóság van a kint és bent élő flórája által, és ezért nem mindegy majd, hogy milyen ételeket fogyasztunk. Majd erre kicsit visszatérünk, hogy mik ezek a baktériumos, enzimes történetek. De mi van, hogyha lebontó irányba megyünk, ugyanis ugye az előadás kiírásában ott volt, hogy mi a csoda az, az élő étel, meg mi az a holt étel. Alapvetően így, mint holt étel, ezt sem lehetne mondani. Itt is azt kell inkább megvizsgálni, hogy az az étel, az mennyire szolgálja a fölépítő folyamatokat, vagy pedig szolgálja inkább a lebontó folyamatokat. Mondok egy példát. Veszünk egy gabonát. És egy gabonát azt amennyire ma lehet, teljesen tönkretesszük. Vegyszeresen termeljük, az a föld, amiben termett, azt tönkretesszük, nincs élő flóra a földben, tehát maga a gabonaszem sem fog komolyabb mikroflórát tartalmazni. Levegyszereztük, azt mondtam, tápanyagszegény lesz, a föld nincs trágyázva, stb. Stb. De már szerencsétlen megtermett ott a földön, learadtuk, utána pedig eltávolítunk minden mikroalkotó elemet, ami létezik benne, és egy hófehér, púderszerű lisztet adunk oda az embereknek. Az az 1%-nyi, lehet, hogy nekem egy ilyen céget kéne csinálni, hogy adják nekem az 1%-ot, és valami olyan címszóval, hogy adják vissza a búzának azt az 1%-ot, amit elvesznek tőle. Na, az az 1%, amit elveszünk a búzától, azok pont anyamelemek. Vitaminok, enzimek, ásványanyagok, az a mikroflóra, ami kellene a búzához, ezt akár ma, most otthon be lehet bizonyítani, keverj össze egy kis fehér lisztet vízzel, rak ki oda a konyhapultodra, meg keverj össze egy kis teljes kiörlésű bio, akármilyen búza lisztet egy kicsi vízzel, kettőt rak ki egymás mellé. A fehér liszt az semmit nem fog csinálni, ott fog nyöszörögni, talán egy-két buborék, ha megjelenik benne, abban életnek a jele szinte nulla. És könnyen előfordulhat, ha sokáig ott, hogy még meg is fog penészedni. A teljes kiörlésű, nem ez fog történni, az már másnap látod, hogy beindul, forr, buborékok, ha adsz még hozzá másnap is egy kis lisztet meg vizet, akkor már szinte kovászod van, de harmadnapra már biztos, hogy kovászod van belőle, tehát egy nagyon intenzív élő folyamat. Na, ez a különbség, és ezt nevezem én holt ételnek, ami gyakorlatilag nincsen benne az életet szolgáló, életet fölépítő, sem támogató anyagok,
sem közvetlenül élő anyagok. A fehér kenyérnél, én szoktam azért néha fehér kovászos kenyeret sütni, jó minőségű bio lisztből, de csak úgy, hogy rakok hozzá 10%-ban legalább egy teljes kiörlésű bio tönköly lisztet. Minden frissen darálva persze. És óriási a különbség. Az a 10%-nyi, tehát egy ilyen félmarék kis tönkölybúza teljes kiörlésűvel megkínálod azt a fehér kenyér tésztádat, megdöbbentően be fogja gyorsítani és meg fogja keleszteni, tehát már az a pici, az a 10% vagy csak éppen egy érintésnyi teljes kiörlésű kerül bele, egészen máshogy viselkedik az a fehér, teljesen lecsupaszított le, nem is találok már rá jó szót, tehát egy ilyen halott lisztnek lehetne nevezni, és beindítja. És szokták kérdezni tőlem, hogy hogy van az, hogy megveszi a boltban a semmilyen, akármilyen fehér lisztet, de rak hozzá egy pici teljes kiörlésűt, és tud belőle kenyeret sütni. Hát azért, mert az a pici belekerül. Tehát itt nagyon fontos lesz az az élő anyag, ami az életet felépítő irányba viszi a táplálékainkat. Na, milyen olyan táplálékok vannak ma az ember életében, amiket megfosztottak az élő mi voltától? Tudtok-e még mondani? Ez a liszt, ez egy tipikus példa, ebből készül az összes péksütemény, ebből készülnek a száraz tészták. Tehát az a baj, hogy a mai táplálkozásnak a szénhidrát alapja, az nem támogatja az életet. Kiölöd a tejből, ami csak létezik. Tehát nem, hogy a boci tőgyéből azon nyomban meleg tejet megiszod, vagy lefermentálod, és házi aludtej minimum, vagy házi, tehát házi fermentált tejtermékek, nagyon jó a példa. Mit teszünk még? Csak mesterséges és halott élelmiszereket. Miből készülnek a kekszek? Az a rengeteg rákcsálnivaló, egy fél ABC már csak rákcsálnivaló, azokban nulla élet van, illetve egy kicsit csavarjuk tovább ezt a gondolatot. Ugye azt mondtam, hogy ezek a halott alapanyagok, élelmi alapanyagok nem támogatják az élő folyamatokat, de valakit mégis támogatnak. Azon kívül, hogy meggazdagszik az iparmágnás, de azon kívül bennünk is támogat valakit a lebontó mikroflórát, majd mindjárt kicsit kitérek részletesen, hogy milyen mikroflóráról beszélek, tehát ami bennünk él, teljes mikroorganizmus hadsereg, mert egy borzasztó nagy számról beszélünk, azok között is vannak lebontók, hiszen kell, hogy valami a toxikus, mérgező vagy félig bomlott anyagokat ártalmatlanítsa, és ők szeretik a halott élelmi dolgokat lebontani. Példa. Szerintem majdnem mindenkit érint, ha tud róla, hanem kandida. Fölüti a fejét a kandida, megijedünk, hogy úristen, itt engem megesznek a gombák. Semmi baj nincs a kandidával, egy dolgot nem lehet a kandidával kiírtani. Nem tudod. Egyrészt azért, mert a bélflórának alapvető részét képezi, csak azt kell tudni, hogy mivel mi egy élő szervezet vagyunk, ezért 99-1 arányba mi győzünk. Tehát, hogy amíg élünk, addig az mi 99%-ban az életet fölépítő folyamatokat működtetünk, és 1%-ban működtetjük a lebontó folyamatokat. Ezek azért vannak ott, vésztartalék, az olyan, mintha rendőrség lenne, vagy a mentők, hogyha baj van, kandida, akkor ők jönnek, és eltüntetik a piszkot, meg a koszt utánunk. Tehát föltakarítanak utánunk. De hogy jön a kandida? Fölborul a bélflóra. Ez egy nagyon hosszú sztori, ebben most nem mennék bele. De elsősorban ipari élelmiszerekkel borítjuk föl. Egy-két ludast mondok,
fehér liszt és abból készült bármi, illetve a tejtermékekből, ami a boltban megtalálható, az mind borítja. Így érthető. Ugye? Illetve harmadik nagyon alattomos élelmi anyagunk a cukor, ami nem azt jelenti, hogy én speciál cukorellenes lennék, de sajnos a cukrot úgy fogyasztjuk, hogy 99% cukrot eszünk, ahelyett, hogy 1% cukrot ennénk, tehát magyarul ilyen nyomokban cukrot tartalmazhatna az étrendünk. Nyomokban. Tehát nem is tudok arányszámot mondani. Néha, vagy csak icipici. És az történik, hogy az ipari élelmiszerektől a bélben olyan változások, illetve az egész emésztőrendszer megborul, és fölborul a bélflóra, és megváltozik az emésztés, és azt jelenti, hogy a nem tökéletes emésztés azon nyomban bevonza, hogy erősödjenek föl a lebontó mikroorganizmusok. És ilyenkor jön a kandida, és takarít a félig lebomlott élelmiszereket, toxikus anyagokat, olyan cukrokat, amit túlzásban viszünk be, tehát a sok cukor, sok méz, sok csoki, sok ropi, sok keksz, ez mind azt szolgálja, hogy előbb-utóbb a szervezet nem fog ezzel, nem tud majd mit kezdeni, és hívja segítségül a lebontó folyamatokat, mert... Jó, tudom, hogy gyakorlatilag ők életmentők, mert ha nem lennének, akkor belepusztulnánk azokba a toxinokba. Azokba a toxinokba aznap összeesnék. Aznap. Így van. Tehát olyan mennyiség keletkezne. Úgyhogy hálásnak kell lenni, ha jön a kandida, nem őt kell elzavarni, hanem az emésztési folyamatokat rendbe tenni, meg az egész emésztőrendszernek az állapotát kitakarítani és visszaállítani a helyes bélflórát, majd dicső és példamutató táplálkozással azt fönntartani és úgy táplálkozni, hogy ők szeressék és egyensúlyban tartani. Nem olyan bonyolult amúgy, tehát nem kell tőle megijedni. Így körülbelül érthető, hogy milyen két iránya van, és hogy abból az egy adott élelmiszerből mehetünk fölfelé is, meg mehetünk lefelé is. És ezért nem mindegy, hogy az, amit az asztalra teszünk a családnak, és amit megeszünk, azt, ha végig gondoljuk, hogy az mi hogy fogjuk lebontani. Hogy abból egy komposzt megy keresztül, vagy egy... Amúgy a bélben a lebontó folyamatok, azok rothadás formájában mennek végbe, gázokat termelnek, idézőjelben mérgező anyagokat, rengeteg salakanyagot termelnek. Ugye ez is szerepelt a plakáton, hogy salakosító ételek, ezekből a halott élelmiszer alapanyagokból salak lesz. De mit csinál a salak? Lerakódik. Ugyanis van egy kapacitása a szervezetnek, máj, elsősorban ugye az egy nagy méregtelenítő, és szépen ezek keringenek bennünk, amikor már a máj nem bírja üríteni, meg nem bírja kiválasztani, a vese sem tud már ilyen mennyiségben dolgozni, akkor rakjuk lefelé. Hova? Először zsírba. Ugyanis a zsírok, azok úgy nevezzük, hogy azok a nem fájdalmas méregraktárak, mert nem fáj, hogy rajtam van. A szervezet védekezik, becsomagolja egy zsírgolyóba, kirakja. Mert abban nem halunk bele, hogy ott van az a zsír. Az mind tele van méreganyaggal. Aztán megy tovább, amikor már zsírt nem akar rakni, vagy azt mondja, hogy hát jusson máshova is, akkor rakja az ízületekbe, tehát amikor már ízület, nyiszeg, nyöszög, jaj, így megyek, úgy megyek, úristen, Isten, miért csináltad ezt velem? Akkor nem őt kell szidni, hanem meg kéne nézni, hogy mennyi méreganyag van bennem. Ízületek a második helyen szerepelnek. Utána már a bőr is bejelez, hogy ott is már jönnek a pattanások, kiütések, allergiák, ilyen ragya, olyan ragya, ez mind a mérgezésnek a különböző fokozatai. Tehát nagyon szép jelzéseket küld a szervezet, de a kedvencem, és próbálom úgy mondani, hogy a nyilvánosság előtt ne legyen nagyon olyan, amit... Jó, oké, megfogalmaztam. Van egy olyan kapcsolat,
mert hogy ezt a példát, ezt nagyon tudni kell, hogy bél-agy kapcsolat. Ez szakirodalma van, amint bent, úgy fent, amint le, tehát ami a bélben zajlik, az agyat pontosan leköveti, és különböző kapcsolati pályák vannak a kettő között, és egy példát mondok, valakinek jön egy fejfájás, akkor ide koncentrálunk, hogy mi a Jóisten csináljak én a fejemmel. De egy kicsit az ember átgondolja, és utána néz, hogy milyen kapcsolatok vannak az én szervezetemben, biztos, hogy nekem a fejem fáj. Egyrészt egy fejfájás az jelzi, hogy méreganyag. Máshogy nem fáj a fejed, csak ha valami toxikus anyag szaporodik föl, akkor fáj a fejed. De hogyan? A vastagbél és a fejfájás kapcsolata az egyenes arányban van. Tehát amilyen állapotban például a vastagbél van, és mondjuk olyat eszel, cukrosat, sütikét, gluténeset, egy kis, mit mondjuk, amivel van minden, ami kell, Rákóczi túros lepény. Glutén, földolgozatlan tejtermék, mert az a bolti túró, az nem mondható annak. Egy kis bolti tejföllel meglazítjuk, tojásfehérjét is rakunk bele, cukrot, mézet, minden Isten nyilát. Tehát cukor, tej és glutén együtt benne van, és ha nincsen rendben a bélflóra, akkor a vastagbélbe jön a lebontó organizmusoknak a serege, és azt mondja, hogy végre, ennivaló. Hát ez a gyerek, ez tud valamit, imád minket. Na akkor ott ezek a patogén flórák elkezdenek eszegetni, szaporodni, telepeket létrehozni, és ők toxinokat fognak termelni. Hiszen lebontják ezt a rengeteg cukrot, és vannak, nem mindegyik, de van köztük a legtöbb olyan, ami toxikus anyagokat bocsájt be a bélfalba. És akkor fáj a fejed, akkor nem ott van a baj, hanem a vastagbélben van a baj. Ott már komoly patogén, elsősorban parazita telepek vannak, meg kell nézni, hogy ott mi a helyzet. És pont, innen nem megyünk tovább, hogy kicsit publikus maradjon ez az előadás, meg nem is ez a lényeg. Na nézzük akkor azt, hogy mik ezek a élő lények, akikkel együtt élünk, kint és bent. A legnagyobb család, akivel dolgozunk, azok a baktériumok. Most ez ilyen divatos is. A baktériumoknál elsősorban a teljesabb baktérium törzsek, akik nagyon meghatározóak ránk nézve, és ők vannak azért az életet irányító helyzetben, illetve a szervezetünkben is, túlnyomó többségben ezek ők dolgoznak. Sokféle van. Viszont ők nem tudnának dolgozni, ha nem lennének enzimek melléjük. És azt mondhatnám, hogy talán az enzimek még fontosabbak, hiszen az enzimek azok katalizátorként biztosítják a baktériumoknak és egyéb természetes gombáknak a munkáját kint és bent is. Tehát az enzimeknek elsősorban táplálkozás szempontjából döntő szerepe van, és ez nagyon fontos lesz majd a táplálék kiválasztásánál, ugyanis ha enzim hiányos egy étel, vagy a szervezetünk, akkor hiába hemzsegnek a baktériumok. Nem lesz egy katalizátor neki, egy ilyen, az enzim az egy ilyen dokkoló fehérje, ilyen jó angolosan, és ebben a dokkoló fehérjében van egy hely. És abban, ha bedokkol, akkor válik élővé. Tehát az enzim az egy ilyen utaztató és aktivizáló szerepet tölt be az életünkbe. De nézzük egy kicsit a konyhanyelv szintjén. Ez a kettő, ez létfontosságú, illetve gombák azok mindig vannak, azt már említettem. Mik az enzimben gazdag táplálékok? Ez egy kulcs kérdés az élő étel szempontjából. Szerintetek miben van sok enzim? Zöldségekben.
A frissebben, frissebben, így van. Friss zöldség, friss gyümölcs, az a forrása neki. És például ezért nagyon célszerű reggeli időszakban a friss gyümölcsöknek a fogyasztás, hiszen még üres a rendszer, és eszel egy almát, vagy ha nem almát, akkor egy répát elrácsálsz, ezek friss enzim forrást jelentenek, de a szervezet is állít elő enzimeket, csak ugyanannak van egy feltétele. Míg az almát megeszed, az egy komplett enzim bomba, de bent a szervezetben ahhoz kell az az 1%-nyi nyomelem, tehát elsősorban ilyen ásványi anyagok, cink, magnézium, kálcium, tehát az, ami ugye a hétköznapokban úgy sokat emlegetnek, azok az alapásványi elemek, azok kellenek ahhoz, hogy az enzim az tudjon működni. És ha nem működik az enzim, akkor mi történik? Akkor a baktériumoknak, gombáknak nem lesz életfeltétele. Tehát egy lelassult, nagyon beszűkült enzim folyamattal fogunk dolgozni. És akkor akármit csinálunk a táplálkozásunkban, nem lesz jó az emésztés. Nem lesz jó a felszívódás, nem lesznek jók a lebontó folyamatok. Na de hogy tűnik el az enzim az ételeinkből, vagy hogy tűnt el? Ez hasonló gondolatmenet, mint amit itt végig zongoráztunk az ipari élelmiszerekkel, hogy egyszerűen nincsenek a mai élelmiszerekben egyrészt friss enzimek, másrészt olyan alkotó elemek, amik az enzimek működését szolgálnak. Tehát nem tápegész élelmiszereket eszünk. Megint a fehérliszt problémája, hogy eszünk-e szemes, teljes tápértékű, nem megfosztott gabonákat, hüvelyeseket, hiszen azok 100%-ot tartalmaznak. Tehát tartalmazzák a tápanyagokat is, tehát szénhidrát, fehérje, stb., de benne van az az 1%-nyi, nyomelemtartalom, ami viszont szükséges ahhoz, hogyha ezt megettük, akkor ne csak a kalóriákat számoljuk, hiszen ahhoz a kalóriához csak úgy jutunk hozzá, az az 1%-nyi nyomelem, vitamin, ásványi résztet, az szinte az, amiről nem is szoktunk tudomást venni, az ott van, akkor fogjuk tudni megemészteni azokat a táplálékokat. És ennek óriási szerepe van, én ezt úgy nevezem, hogy tápegész. Ezt fönt hagyom, mert ez a egésznek a gerince. Tehát tápegész élelmiszereket kell lenni. És gondoljuk, hogy mik a tápegész. Tehát együnk teljes gabonákat, hüvelyeseket, zöldségeket, gyümölcsöket, ne fosszuk meg azoktól az anyagoktól, amikkel. Például a friss zöldségnél nagyon érdekes azt megfigyelni, hogy ilyen élő ételek címszó alatt divatba jött, és a divatoktól mindenkit óva intek, tehát a divatok azok mindig ártalmasak. Egy jó gondolat mindig van a divatokban, a táplálkozási divatirányzatokban, azokat az egy gondolatokat kell kivenni belőlük, és a többit meg kidobni. És volt egy ilyen nagyon nagy divat, lehet, hogy még most is, hogy igyunk minél több zöldség és gyümölcs levet. És ez nem egy nagyon jó mutatvány, többféle szempontból. Egyrészt, most a boltban láttam, bioboltban, hogy le van palackozva ilyen cékla, alma, mit tudom én, milyen lé, bio, olyan ára van, hogy hanyat dobod magad, és eladják, mint hogy milyen hasznos élelmiszer. Az abszolút nem hasznos élelmiszer. A préselés után pár órával annak a enzimkészlete, vitaminkészlet olyan gyönyörűen oxidálódik és bomlik, tehát egy értékvesztett történet. A másik, amiért én nem igazán támogatom azt, hogy nagyon sok levet igyunk, mértékkel lehet, de azt, hogy amikor ilyen literes üveggel megiszunk egy nagy cékla alma levet, többféle szempontból sántít. Egyrészt
megfosztjuk azt a répát, almát az összes többi összetevőjétől, tehát nem viszünk be vele növényi rostot, tehát élelmi rostot kiszedjük belőle, a héján, a magjában, az egész többi szárazanyag részében lévő hiányzó kis pici nyomelemeket, azokat kidobjuk a komposztra, és gyakorlatilag, ha egy almalevet nézzük, egy kipréselt almalevet, egy tömény cukrot iszunk, fruktózt elsősorban. A szervezet ezt nem tolerálja egy bizonyos szint után, tehát egy mértékkel megivott napi pici alma vagy cékla lé, de a mérték, most csak egy ilyen hasraütésszerű arány mondok, ha megiszol egy deci cékla vagy almalevet, azt még körülbelül bírni fogja. De annál többet nem fog bírni, nincs rá elegendő kapacitása, hogy nagy mennyiségű leveket, fruktózt bontson a szervezet. Mi fog történni? Isszuk a jó leveket, arról nem beszélve, hogyha bolti gyümölcsleveket iszogatunk, ugyanis az elkezd majd bent a rendszerben, amit nem fogunk, tehát nem tud lebontani a szervezet, erjedni. Cefrésedik. Tehát magyarul egy pálinka főzdét nyitunk ott bent, de ez vicces, de tényleg ez történik bent. A le nem bontott fruktóz vagy a patogén flóra kezdi el hip-hop eszegetni, vagy elkezd erjedni, és egy ilyen erjedős, rothadásos folyamat indul meg. Tehát vigyázni kell vele. Kérdezhetek, hogy amár a divatokról van szó, hogy ez a fagyasztva szárított búza, fű, porról, arról mi a véleményed? Minden bonyolult. Mert ez is egy nagy divat volt, hogy ugye sokan növesztették a búzafüvet, és aztán frissen-frissenre itták, de hogy ne legyen az is macerás, ezért lehet kapni por alakba, és sokan ezt vásárolják, hogy akkor abban is a fagyasztva szárítás nem ér, akkor abban is az enzimek vannak aktívak. Hát gyakorlatilag ott a fagyasztás, meg inkább a hosszas tárolás, az így le fogja nullázni. De ez egy nagyon érdekes gondolatvitel, csak azért néztem az órát, hogy azért beleférjük, de nem csak jó. Fölmerült bennem ez. Hogy én mindig azt az elvet követem, hogy mi az egyszerű a táplálkozás, illetve az ételek elkészítése szempontjából. És arra jutottam ezzel, hogy nekem az az étel lesz jó valószínűleg, de a tapasztalat azért ezt igazolja, amit én saját kezűleg otthon elő tudok állítani egyszerűen és biztonságosan. És nagyon sok olyan ilyen egészségesnek mondott élelmiszer van, ami túlnő ezen a célon, hiszen fogyasztva szárítani 200 évvel ezelőtt nem szárítottak fagyasztva, stb. Igencsak bonyolult folyamatok, és én ezt mondanám, hogy leginkább az egyszerűség felé törekedve, meg hogy búzafű jó, hogy fölmerült, ott van egy nagyon érdekes történet a búzafűnél. Hasznos pici mértékkel, akkor csak kúraszerűen. Ki nem fejlődött növényekbe, az a probléma, mert ez se nem csíra, se nem kifejlett búza. A kettő között az egy nagyon koncentrált növény, amiben olyan energiák és olyan savak dolgoznak, ami egyes szakértők szerint az nem embernek való. Van gyógyászati szerepe, például egy ilyennek, de az, hogy én most meg akarok gyógyulni akármilyen betegségből, és akkor apuka, csavarjuk azt a búzafüvet, hagyd szóljon, na ez még rosszabbat fog tenni, mint a kiinduló állapot, ugyanis a yin-yang elve, ez a yang, ez a yin, a búzafű az a lehető legszélsőségesebb yin kategória. Tehát ennyi erővel igyunk meg egy fröccset inkább, lehet, hogy jobban járunk vele. És ha sokat iszunk, elvisz a yin irányba. És mindegy, hogy miből billenünk ki, hogy most
valaki alkoholista lesz, és attól billen ki, nagyon szélsőségesen, vagy mondjuk rengeteg búzafüvet iszik, és attól billen ki teljesen ezen a mérleghintán, ugyanúgy elviheti a nagyon komoly betegség irányába. Tehát itt mindig az érték, a mérték, ezt nem tudom ki mondta, de egy nagyon jó mondás. Tehát, hogyha mindig azon az arany középúton tudunk maradni, hogy meg lehet inni azt az egy fröccsöt, de ahogyha már a 5 literes kannás demizsonnal megyek haza is, naponta több litereket megiszok, na az már nem a mérték. Úgyhogy ez körülbelül a búzafűnek a problémája. No, ránézek a jegyzetemre, mert 100 millió dolgot lehetne. Így érthető ez a két folyamat, hogy hol tartunk? Hogy a kandidát, az befejeztem a kandidát gondolatot? Ugye, hogy fölborul a bérflóra, jön a kandida, fölszaporodik, és gyakorlatilag nem a kandidát kell írtani, hanem a emésztési, emésztő rendszert kell helyre rakni. Aha, na nézzük, ugye enzimekről, baktériumokról egy kicsit már beszéltem. Fontos lehet, ami fölmerült, ugye kovászolt ételek, illetve fermentált ételek, hogy jön ez az élő ételhez. Hát úgy jön az élő ételhez, hogy azért a kiinduló pontja mondjuk egy kovászolt ételnek az egy búzamag, a fermentált ételeknek meg egy zöldség vagy gyümölcsöt is lehet fermentálni, bármi. Hogyan lesz ebből életet támogató élelmiszer? Hiszen a fermentáció folyamatában is egy bontás zajlik le, de mégis az életet fölépítő bontási folyamatok lesznek benne, tehát a baktériumok, enzimek, így, inkább úgy hívom ez a mikroflóra vagy mikroorganizmusok, ezek úgy bontják el nekünk az élelmiszereket, hogy számunkra hasznos lesz és hasznosítható, a szervezetet támogatja. És mit is akartam ezzel mondani? De magukat a baktériumokat ismereztük, nem? Hát egy bizonyos szint után, tehát miután mondjuk megsavanyodik egy káposzta, ők befejezik, ha már nincs ennivalójuk, akkor befejezik a működésüket, ott lesznek a maradványaik, egy megnézeles savanyúságot, fehér üledék van az alján, azok a elhullott baktériumok, és ők befejezték a működésüket, viszont egy olyan savas közeget hoztak létre, egy tejsavas közeget, ami tartósítja nekünk azt a savanyúságot. Aki esetleg nem járatos még savanyításba, kétféle módon lehet savanyítani. Most nyilván a piacokon látunk 100 millió másféle savanyítási módot, de számunkra hasznosítható formában kettő módja van, mind a kettőt sóval végezzük, az egyiket lesózzuk, letapossuk, a másikat meg sós vízzel öntjük föl. Ez a kettő folyamat az, ami gyakorlatilag szabályozza nekünk azt a fermentációt, ezt a tejsavas erjedést, ami a szervezetünk számára gyakorlatilag egy gyógyszer szintű, hiszen ugyanazt a kultúrát fogjuk megenni, és ugyanazokat a élő folyamatokat tápláljuk, ami kell a szervezetnek. Tehát ennek utána lehet nézni, nem bonyolult, sóval kipréseljük, vagy pedig sós vízzel felöntjük, ez a két zöldségsavanyítási módszer van. És talán dúsztolni kell, vagy csak így magában? Tessék? Meg a sós. Magában két. És ez anaerob, így van, tehát ez levegő nélküli folyamat, tehát ha egy préselt káposztáról beszélünk, akkor emlékszünk a nagymamánk konyhájába egy fa dézsa és egy fa préslappal le volt szorítva, hogy a víz álljon a tetején, illetve a káposztának a leve, és hogy ne kapjon levegőt, és a prés alatti káposzta majd szépen kierjed. Tehát levegő nélkül azért ennél szerintem jobb módszer a savanyító agyagedény, ami ilyen vízzáras, de otthoni körülmények között a legegyszerűbb a befőttes üveg egy celofánnal alá dolgozva, tehát hogy anaerob körülményeket kell létrehozni. Tehát nem szereti a levegővel való
a munkát. Nincs. Nincs. Megkezdett, utána hogy igazából nekünk mindig bevonult, tehát nem tudom, hogy még nagyon ügyesek vagyunk, mindig többre megy a végére. Hogy mi történik, hogy mit csinálunk. Levegőhöz jut. Hát utána kiveszed logikus, hogy levegőt kap. Hát azt úgy, igen, de azt úgy kell utána tárolni, hát, hogyha megbontasz egy fermentált zöldséget, akkor ha tudod, hogy mondjuk hűtőbe tárolod, és bocsánat, mondjuk két hét alatt megeszitek, annak semmi baja nem lesz. Annyira savas közegben van, hogy nem lehet baja. Utána már elkezdhet, mivel levegővel érintkezik, folyamatosan kinyitod, zárod, stb. Utána megjelennek a lebontó folyamatok, a savak is kicsit csökkennek, ellaposodnak, tehát változik az egész, és lesz az a pont, amikor azt mondja, hogy na gyere, lebontó folyamat, és akkor először fehér penészréteg a tetején, és stb. Stb. Agyagedényben. Én az agyagedény... Visszanyomjuk, lenyomjuk, én nem tudom, tehát hogy valahogy mégis megjelenik a fehér, sőt, volt olyan, amikor újra erjedény volt, az miért van? Hát tökéletlen volt az erjedés. Lehűlt esetleg a hőmérséklet, nem erjed ki rendesen, és akkor maradt. De nem olyan vacsony volt, hogy nem lehetett megenni. Maradt még ennivalója annak a baktérium törzsnek, és akkor szépen egyszer csak beindult. Picit melegebb lett, vagy éppen egyszer kinyitottad a levegőből, jöttek még barátaik, más volt a baktérium törzsek, és akkor esetleg azok beindították. Tehát, de leginkább az, hogy nem erjed ki rendesen, és akkor utána beindult. Na, nézzük akkor... Én őszintén megmondom, a legbiztonságosabb fermentálási módszernek a befőttes üveget tartom, cellofán és kupakkal szorosan lezárva, abban nem tudsz hibázni, ott biztos, hogy anaerob körülmények van. Hát, hogyha nagyot csinálsz, és föl, tehát 5 literesre is fölbontod, akkor azt kell csinálni, hogy azért nagyjából tudod az ütemezését, hogy mennyit fogtok megenni, kirakod kisebb üvegekbe, annyira, hogy ellepje a leve, ha nem, akkor egy kis sós vízzel rápotolsz, és úgy, hogy a lé alatt vannak, lezárod újra egy kisebb üvegbe, ahol minimális levegő marad neki, és úgy a kamrába vagy a hűtőbe nagyon sokáig, tehát hónapokig eláll. Az a lényeg, hogy minél kevesebb levegővel érintkezzen, és sós víz vagy leve álljon rajta. És igazából csak akkor értékes nekünk, ha miért nyersen megeszik. Ha én ebből mondjuk valami főtételt készítek, akkor azok már összefejezik? Nem, mert itt jön be az a életet támogató folyamat, hogy mondjuk egy savanyú káposztából főzünk egy valamilyen ételt, és hőkezeljük, és úristen, megöltük a baktériumokat, az enzimeket, mi lesz velük, amúgy vannak, akik túlélik, de nem is ez a lényeg, hanem a savanyítás során az általuk lebontott anyagok a káposztában, azok annyira hasznosak lesznek bent az emésztőrendszerben, hogy az ottani bélflórának lesz tápláléka. Tehát hiába hőkezeled, megeszed, és ami benned van, az azt fogja mondani, hogy hát ilyen nagyon könnyen bontható, nekem való táplálékot, hát ez tök jó, hogy ilyet főztél. És ezért szeretjük a főtételeket és a savanykás, savanyított székelykáposztáktól kezdve stb. Mert bent a bélflórát támogatja, ők jutnak táplálékhoz. És ez nagyon jó, hogy ide eljutottunk ez a kérdéshez, ugyanis nagyon-nagyon fontos, aki valami emésztési problémával küszködik, tehát mindenki, ez azt jelenti, hogy hogyan támogatjuk a hasznos bélflórát, és nem a lebontó bélflórát. Vegyük a szénhidrátokat. A szénhidrátok azok összetett cukrok. Ha egyszerű cukrot eszünk, tehát mondjuk a mézet, mézben van sok egyszerű cukor, vagy gyümölcsöt eszünk, vagy a édesebb zöldségekben is répát eszünk, stb. Főleg, ha főve van, mondjuk egy párolt répa, sült cékla, ugye eszünk és érezzük, hogy édes, szinte mint a méz. Van olyan sült cékla egészbe sütve, hogy szinte méz édes lesz. Na most ezek az egyszerű cukrok,
Ezek elsősorban a lebontó baktériumok eszik meg helyettünk. Tehát valamennyihez mi is hozzájutunk, de ez úgy működik, hogy ha már van egyfajta felborult mikrobioma az emberben, akkor ez a lebontó közeg, ők fogják először megenni az egyszerű cukrokat. Tehát ezért kell vigyázni azzal, hogyha valaki szeretné helyre rakni a bélflóráját és az emésztőrendszerét, hogy mennyi egyszerű cukrot eszik. És akkor vannak ilyen trükkök, hogy jó, lemondok a csokiról, hát talán a cukorról is, tehát akkor együnk mézet. És rosszabbat tesz a mézzel magának. A mézben sokkal több egyszerű cukor van, mint mondjuk egy teljes értékű nácukorban, egy barna, sötét, melaszos nácukor, ami 100%-ban tartalmazza a nácukor levét kristályosítva. Sokkal jobbat tesz akkor egyen egy pici cukrot, mint hogy drasztikus mennyiségben megemeli a mézfogyasztása. Nem jó. Vagy pedig van olyan trükkök is vannak, hogy jó, nincsen süti, nincsen csoki, jó, jó gyerek leszek, de azért kéne az édes íz. Akkor elkezdi enni az édes gyümölcsöket tonna számra. És akkor gyümölcs, gyümölcs, jaj, de jó, ez a körte, milyen édes gyümölcsök vannak, amik jó cukrosak. Szőlő, banán, atya, Isten. Őszi barack, gyerünk, toljuk, mert jaj, de édes, milyen egészséges, ugye? És mondhatnánk, hogy mennyi enzimet beviszünk, mennyi vitamin, mennyi ásványi anyag. Hát nekem ez csak jó lehet. Nem egészen. Rengeteg egyszerű cukrot viszünk be, amit már említettem, limitált a szervezetnek a fruktóz feldolgozása, és amitől nekem a... Hát nem hullott ki a hajam, de azért lehet, hogy egy pár szál pluszban kihullott, mikor ezt olvastam a menza reformot évekkel ezelőtt, hogy ne adjunk azért gyereknek cukrot, hanem adjunk fruktózt abba a főzelékbe, meg a gyümölcslevesbe. És akkor, amikor azt láttam, mondom, eddig is botrány volt a menza, de ezek után, hát nem minősítem, de hát ennyire kibabrálni a szerencsétlen gyerekkel nem lehet. Hogy még rá is dolgozunk, hogy még több lebontó flóra jöjjön abba a szerencsétlen gyerekbe, és akkor pillanat, és csodálkozunk, hogy a gyerek már picikora óta emésztési problémákkal küszködik, ilyen allergia, ilyen-olyan diszfunkciók jelennek meg. Hát persze, ez a menza elemzés, ez megérne még egy gondolatot. És csak annyit kérdezni, hogy miért jobbak a hosszabb szénhidrát láncok? És a hosszabb szénhidrát, igazad van, befejezem a gondolatot. Miért jó a hosszú szénhidrát? Megesszük mondjuk a mézet vagy a gyümölcsöt. Az egyszerű cukor, ahogy a vékony bélbe bekerül, már a felső szakaszba, aki ott van, bármelyik flóra jön, zam-zam, már meg is ették. Tehát észszerű, megesz egy falat gyümölcsöt, és szinte perceken belül érzed, hogy a vércukorban már benne van. Tehát a vékony bél felső szakaszában már szívja fölfelé a szervezet, mert nincs mit bontani rajta. És ha borulás van, tehát diszbiózis van, akkor ott a patogén flóra egyik közkedvelt helye és gócpontja a gyomor és a vékony bél találkozása, a pilórus, és elsősorban a vékony bélnek a kezdeti szakasza, ott szeretnek rendetlenkedni. Néha a gyomorban, a gyomor alsó szakaszán is, ott az a gócpont, és oda adjuk neki az egyszerű cukrokat. Ők fogják megenni. Őt nem fogja érdekelni, hogy mondjuk a vastagbél, tegyük föl, rendben van, de ilyen esetben az sincs. Hogy a vastagbélben viszont ott állnak a szent teljes, a baktériumok, és várják, hogy hát ez megevett egy fél kiló körtét, de jó életünk lesz, egy szikrányi cukor hozzájuk nem fog eljutni. És itt jön be a hosszú szénhidrát, tehát a összetett szénhidrátok, illetve a lassú bontású szénhidrátok, mert az a vékony bél felső szakaszában még nem bomlik föl annyira, hogy a patogén flóra fölvegye. Az szépen vándorol, megkapja
epét, hasnyálat, enzimeket, minden megy a maga útján, és szépen bomlik, 5-6 óra hossza alatt bomlik el egy teljes értékű gabona. 5-6. Tehát, és 5-6 óra alatt folyamatosan adja neked a cukrot, ahogy éppen sikerül neki bontania, energiát is ennyi ideig ad, másrészt a patogén flórát legkevésbé támogatja. Például legjobbak a főtt szemes gabonák, főtt köles, a tárolt köles, mindegy, hajdina, barna rizs, de nyilván, ha nincs glutén probléma, akkor a gluténes gabonákat is ide lehet sorolni, egy tönkölybúza, kása, stb. Zabkása. Ezeknek mind-mind megvan a speciális elkészítési módja, hogy a legjobban emészhető egy köleskása, egy zabkása. Nincsenek standard készítési módszerek, nagyon ki kell tapasztalni, hogy melyik gabonának milyen jellemzői vannak, mert ott sem biztos, hogy jót teszünk magunknak. Példa. Főtt köles tipikus példája. Tehát így válaszoltam az összetett szénhidrátra. És ezért egy fél gondolatban, ezért jobb például megenni egy barna nátszukrot, mint egy édes banánt, vagy körtét, vagy egy nagyobb mennyiségű mézet, mert a cukor az diszaharid, az összetett cukor. A mézben sok az egyszerű cukor. Tehát az a cukor, amikor megy, akkor jó esélyed van arra, hogy nem a vékonybél első pillanatában ugrik rá a patogénflóra, hanem van egy kicsi időd, és majd kicsit lentebb, ahol hátha rendezettebbek már a körülmények. Jó, tehát ezért jó. Hát a répacukor is összetett cukor, tehát az is diszaharid. Jó? És amúgy nagyon érdekes, mert hát régen a parasztasszony főzte otthon a szirupot a répából, tehát az a répacukor szirup, én nem is tudom, hogy miért kopott ki a konyhából. Mi csináltunk egyszer, kipróbáltuk, cukorrépát ültettünk, amúgy tök jó növény, igénytelen, a locsolod, akkor ekkora. Tehát ilyen nagyon-nagyon nem sok törődést igényelő valami. És hát öreg anyáink is úgy csinálták, fölszeletelték bele nagy kotlába, vízzel fölöntötte, jól megfőzték a répát benne, amikor már látták, hogy már szétfőtt, megfőtt rendesen, a főzésnél bomlanak a cukrok, tehát hőre ezek a cukorláncok, ezek bomlanak és édesedik. Majd leszűrte, és azt a szirupos levet, azt elkezdte visszasűríteni. És ameddig volt türelme, vagy nem égett oda, addig sűrítette, amíg gyakorlatilag egy répa cukor szirupot kapott belőle. Tehát házilag csináltak cukrot, és az teljes értékű volt, tehát abban az a hiányzó 1%-nyi rész benne volt, hiszen belefőzt az egész répát, és diszaharid volt. Diszaharid, tehát ez a lényeg, összetett cukrok voltak benne. No, mi volt még, ami ez volt a kérdés, és utána mit ígértem, hogy... A köles. A köles. Hogy nem mindegy, hogy készül el az a adott gabona, és én már 10 éve főzöm ezeket a teljes értékű ételeket, hát még most is tanulok egy-egy gabonáról új jellemzőt, hogy na hogy lesz ez igazán még jó? És akkor mondok egy példát. A köles meg lehet úgy is főzni, hogy megveszed a boltba, nem értesz hozzá még, belerakod a vízbe, fölrakod a gázra, só, pici olaj, vagy valami, zsirodék, megfőzöd, megdagad, és várod, hogy kicsit meghűljön, hogy tudjad enni. Tehát ez a simán vízbe beledobom, megfőzöm, ez nem igazán jó a kölesnek. Ettől még tud emésztési problémákat okozni. Ugyanis nem bontjuk el eléggé a gabona szemeken, és ez fontos, hogy még elmondjam ma nektek, hogy nem bontjuk le eléggé a gabonákat, és ez az a témakör lesz, hogy a száraz gabonák, illetve a száraz hüvelyesek, száraz termények, és akkor minden kérdésre
válaszolni tudok, hogy azokat megfelelően föl kell bontani, föl kell tárni, vagy pedig még azon túl még élővé is kell tenni. Tehát egy száraz gabona, száraz hüvelyes, vagy szárított gyümölcs, vagy aszalvány élővé kell tenni, hogy jól tudjuk hasznosítani a szervezetben. De hogy lesz jó a köleskása, ha így nem, hogy beledobom a vízbe és megfőzöm? Még nagyon sok nehezen emészthető anyag marad benne, mert nem bomlik el a sima főzés hatására. És akkor elmondom, hogy hogy lesz jó a köleskása, és most ez a többi gabonára is egy kis gondolat lehet, hogy hogy lesz jó. A száraz gabonákat úgy lehet először is föltárni, még nem tesszük élővé, még csak támogatóvá tesszük, de ahhoz föl kell tárni. Elmondom a legjobbat, és akkor a skálán belül mindenki idejének mérten választ. A gabonák szeretik a hőkezelést. Többféle szintje van a hőkezelésnek. Ha csak berakom a sütőbe azt a gabonát, mondjuk megmosom a szemes, legyen tönkölybúza, vagy a köles, bocsánat, kölesnél maradtam. Megmosom a kölest, lecsöpögtetem, beleterítem egy tepsibe, berakom a sütőbe, 70-80 fok körülbelül. És szépen szárítom, illetve hőkezelem. Annál ezt úgy hívják ezt a folyamatot, hogy dextrinációs folyamat, kicsapódik a szénhidrát, kicsapódik a fehérje, már egy bomlás lesz benne. Tehát azok a hosszú cukorláncok, azok bomlanak, tehát ez a keményítő tartalom már könnyebben emészhető lesz. Ez egy hosszadalmasabb folyamat, én ezt nem nagyon szoktam használni, én inkább a szárazon való pirítást használom, ami már nem 70-80 fok, hanem jó Isten se tudja, szerintem ott valahol 220-250 fok között van, amikor egy nagy lábosba, akár egy jó vastagaljú vaslábosba, abba kevésbé ég oda, megpirított szárazon a gabonát, kölest. Általában aranybarnára, és elképesztő finom illata lesz a gabonának, tehát meg kell pirítani. A benne lévő anyagok már a magas hőnél körülbelül úgy viselkednek, mint egy pattogatott kukorica. Csak nem látod, mert a köles nem pattog ki, lesz hangja, de ugyanaz történik benne, hogy fölbomlanak benne a benne lévő szénhidrátok, fehérjék, és könnyen emészhetővé válik. Majd, miután megpirítottad, akkor adsz hozzá vizet, öntöd fel a megfelelő vizet, és akkor főzöd meg sóval, pici valamilyen zsiradékkal, és amikor már azt a vizet elfőtte, majdnem, akkor elzárod, letakarod, és belerakod egy dunsztba. Gyapjú pokróc, megunt nagy kabát, tök mindegy, egy meleg, meleg helyet, egy dunsztot kell neki csinálni. És benne hagyod egy éjszakára. Tehát ha ezt este megcsinálod, és majd reggel veszed ki a dunsztból a kását, akkor gyorsan végigvesszük. Megpirítottuk, tehát föltártuk a keményítőket. Megfőztük, tovább tártuk föl a benne lévő keményítőket. Majd bedunsztoltuk, az azt jelenti, hogy tartjuk azt a hőmérsékletet, nyilván stagnál, és még ott még egy éjszakát áll benne, még tovább bomlik, édesedik ez a szerencsétlen kása, illetve szerencsés kása, de leginkább mi vagyunk a szerencsések, amikor reggel kibontjuk, és egy ilyen kellemes, langyos, meleg köles kását úgy natúron így megkóstolod, és azt mondod, hogy ha nekem ezt valaki elmondta volna hamarabb, akkor én ezt hamarabb elkezdtem volna enni. Vagy a másik, ezt nekem valaki elmondta volna, hogy én eddig, mondjuk 10 évig rosszul főztem a kölest, vagy nem megfelelően tártam föl, akkor értitek? Tehát ez egy olyan élmény, amikor rájössz egy-egy gabonának a ilyen jellegű föltárására, hogy észre is veszed utána az emésztésén, hogy jaj, de jó, hát olyan jó emésztése van neki. No, ez még csak a támogató része, ha így megfőzünk egy kölest. De hogyan lesz ebből élő?
hát élővé tesszük további fermentáció által. A gabonák az számomra is még egy kísérleti fázisban van, tehát tapasztalom, hogy mit tudok a gabonákkal fermentálva készíteni, de kovászos kenyér az már egy fermentált, de még... Ha vagy a sör, igen, azért az egy kicsit más téma, a sör az egy más téma. De a lényeg az, hogy a gabonákat is lehet tovább fermentálni. Ma jelenleg a köztudatban nulla fermentált gabona létezik, mármint a feldolgozott, tehát főtt vagy sült valamilyen hőkezelt gabona tovább fermentálására ma nincs a köztudatban semmi. A sör az benne van, de ugye az nem egy főtt, stb. És ez nagyon fontos lenne, van szakirodalma, főleg ilyen néprajzi gyűjtésekből innen-onnan lehet találni, ugyanis most nem akarok ezzel sületlenséget mondani, de komoly iromány, nekem van róla egy komolyabb irománya, amiben felsorolja az erjesztett gabona italoktól kezdve tovább fermentált kásákat, stb. Nagyon érdekes terület. Kísérleti fázisban vagyok vele, úgyhogy erről így most így konkrétabban nem tudok. De ami nagyon fontos, és ezt tudnotok kell, hogy a másik száraz alapanyagunk azok a hüvelyesek, tehát babfélék, borsófél, szárított babfélék. Hát azoknál pedig kötelező föltárni, és kötelező fermentálni, mert ha nem így teszünk, akkor egy folyamatos emésztőrendszeri terhelést rakunk a szervezetre. Akit érdekel, az a lektin problémába ássa bele magát, tehát a száraz gabonák, száraz hüvelyesek rengeteg emésztésgátló anyagot tartalmaznak, illetve óriási nagy a lektin tartalmuk, elsősorban a hüvelyeseknek. A lektin is egy nehezen bontható fehérje. Na most egy hüvelyest is végigmondok, hogy mi a megfelelő bontása neki. Melyiket mondjam? Ez a legegyszerűbbet elmondom. Veszel egy száraz lencsét. A legrosszabb, ha úgy szárazon fölrakod vízbe és csinálsz belőle valami ételt, azt felejtsd el. Az borzasztó terhelés. Beáztatod a lencsét. Én azt javaslom mindenkinél, hogy minden hüvelyesnél az áztatás az kötelező, ezért nem mondok újat. De hogy mennyi az az áztatás? Mindig ráírják a zacskóra, vagy találsz egy listát az interneten, hogy melyik hüvelyesnek mennyi az áztatási ideje. Az én tapasztalatom azt mondja, hogy nem kell vele foglalkozni, egy nap. Ha nagyon öreg, tehát még a nagymamától rád hagyatékozott száraz bab egy vászonzsákba, aminek még az évjáratát sem tudod, azok általában nem szoktak jók lenni már, mondjuk sok-sok év után, de az nem egy nap, az 2-3 napi folyamatos vízcserés áztatás, de normál esetben egy normál évjáratú hüvelyes 24 óra. Még a vörös lencse is, ami gyakorlatilag egy fél óra alatt megduzzad a vízben. Nem kell megijedni, nem fog szétmállani a hideg vízbe. Egy nap, de hogy miért kell az egy nap? Mert ugye a szakemberek ezt a listát csak az alapján állították össze, hogy mennyi idő alatt hidratálódik. De nem néztek enzimatikus folyamatokat, lebomlik benne az összes emésztőgátló anyag. Aktivizálódik az összes enzim. Tehát ezeket azért végig kell várni. Ez egy olyan 24 órás folyamat, amire eléri ezt a csúcsot, hogy számunkra már nem fog túlzott terhelést jelenteni, de ez még nem a legjobb földolgozási formája, de így már meg lehet főzni egy lencselevest, egy valamit, bablevest, stb. De ha tovább megyünk és megfermentáljuk, az izgalmas. Ezt akkor vettem észre. Ez csak a száztatott, ami fermentálva, vagy a főzött? Már mindjárt mondom. Akkor vettem észre, mikor
a simán áztatott és megfőzött bablevesek után elkészítettem életem első fermentált csicseri borsó konzervjét, és gyerekekkel egy egész üveggel megettünk, és azt éreztük, hogy semmilyen gázosító hatása nincs. És akkor elkezdtem gondolkozni, hogy hoppá, akkor hol van itt a kutya elásva? Ott van elásva a kutya, hogy ha csak beáztattad és megfőzöd, még a lektineknek jó része még azért benne marad, amit eltüntettünk belőle, azok az emésztés gátló anyagok, úgy ámblok, amik védik a szárított magot, hogy ne oxidálódjon szét a levegőben. És úgy néz ki ez a fermentáció, hogy a beáztatott lencsét, vagy bármelyik borsót megfőzzük, készre főzzük. Tehát, ugye itt már denaturáltuk, mondhatnánk, hogy de hát hol vannak akkor az enzimek, meg a baktériumok, hát ha hőkezeltük. Nem baj, kell hőkezelés neki, megfőztük. Utána rakjuk bele az üvegünkbe, és nyakon öntjük sós vízzel, és lezárjuk, tehát anaerob körülményeket hozunk létre. Na, mi történik ilyenkor? Ott a főtt borsó benne. Sós vizet kapott, a sónak szabályzó szerepe van, leszabályozza a patogén flórát, tehát abban rothadási folyamat a só miatt nem fog elindulni, de só jelenlétében a só az ezen a vonalon helyezkedik el, és ő a só csak ezt engedi érvényesülni, az életet felépítő folyamatokat, tehát oda teljes a baktériumok fognak elsősorban érkezni, de honnan? Hát abból a vízből, amit beletöltöttél, abból a csicseri borsót, amit ott öntögettél, azon még ugyanúgy ott vannak. Levegő, ugye, ahogy készíted, ott van, tehát nem tudod kikerülni azt, hogy abban ne induljon el ez a folyamat. Vannak azért hozzá segítő katalizátorok, hogy ilyen különleges szót használjak, amik segítik, hogy biztos jó irányba induljon el. Tehát szoktam ilyenkor beletenni egy káposztalevelet alulra, vagy egy beletöred ezeket pár káposztát. A káposzta segít az egész fermentációs folyamatot beindítani, de gyakorlatilag bármilyen zöldségből egy pici darab az üvegbe segít elindítani, akkor friss reszelt gyömbér egy nagyon jó katalizátor, azon is egy olyan élőflóra van, ami ilyen turbó kapcsoló ezeknek a fermentált dolgoknak. Tehát bármit fermentálunk, egy kis friss reszelt gyömbért rakunk bele, azt fogjuk látni, hogy úristen, hát itt valami élet indult meg benne, de azonnal. Na, úgyhogy kicsi trükköket szoktam, vagy pedig a hűtőből, az anyakovászból egy kis kávés kanállal belerakott. Hát a anyakovász a hűtőbe hemzseg a mikroflórától, a hasznos mikroflórától. És akkor mindjárt egy kicsit kovászosabb ilyen hüvelyes konzervet tudsz csinálni. Ugyanez a zöldségeknél. Zöldséget tudsz kovászosra is, ha raksz bele, de lehet bármilyen gabonából kovászt csinálni. Én tartok például barna rizs lisztjéből is kovászt otthon. Mert amit gluténmentesre akarok teljesen, akkor egy pici rizskovász, az élőflórát belerakom, katalizálja. Tehát ez egy példa arra, hogy a hüvelyeseket hogyan fermentáljuk tovább, és savanyú lesz, tehát amikor eszed, akkor ez egy savanyú csicseri borsó lesz, vagy bármelyik, de finom, tehát a gyerekeim imádják, meg én is, tehát ez egy nagyon... Érdekes, hogy ugyanannyi az erjedési ideje, mint a zöldségnek. Tehát egy hét alatt van a zajos erjedés, egy hét a nyugvó erjedés, amikor lecsitul, tehát igazából két hét alatt van ugyanúgy kész, mint bármelyik zöldség. Úgyhogy ez egy zseniális dolog. A másik, amit viszont valószínűleg még nem hallottatok, hogy lehet úgy is hüvelyest fermentálni, hogy beáztatjuk azt a, legyen most csicseri borsó, például kedvéért, egy napot ázott, leöntjük, átmossuk,
ledaráljuk húsdarálón, és sót adunk hozzá, és úgy hagyjuk. Levegő. Az viszont levegő. Hát igen, a só azért szabályozza, azt levegőn hagyjuk. És ebből lesz egy fasírt, egy csicseri borsó fasírt. Azért a receptre, az én receptem az nem egészen így, az meg van támogatva még köles, illetve barna rizs liszttel is. Tehát ahogy indul a folyamat, akkor rakok félre rizst és köles lisztet is vízzel egy tálba, és hagyom, hogy ott a konyhapulton elinduljon benne az élet. És akkor a kettőt, mikor összekeverem, tehát a darált csicseri borsot és a úgy nevezem ilyen kezdő rizskovászt összekeverem, utána só jelenlétében hagyom tovább fermentálódni. Az még egy nap, és utána meg azt csinálok vele, amit akarok, kisütöm, befűszerezem, bezöldségelem, tényleg bármit lehet vele csinálni. Ez is egy formája a fermentálásnak, de hogy kicsit ismertebbet mondjak, Japán, Kína, ott van a fermentált szója készítmények, akár a szója szósz, vagy pedig a mizó. A mizó. A tofu az nem az. Az nem a szója, az nem fermentált. Az nem fermentált. Az nem fermentált. A tofu az a szója bab ledarálva, beáztatva és kicsapatva, ott a fehérje csak ki van csapatva. Az nem savanyú, az egy édes. Sabbal van ez ki. Nem, bocsánat. Hirtelen akartam mondani. Ilyen kálciumos, kálciumhidroxid, vagy mi a jó Istennel csapatják ki, de az nem fermentált. Az nem fermentált. Na a lényeg, hogy a mizót ismeri mindenki? Szója bab, az a sötétbarna színű, fermentált szója babból készült paszta. Olyan íze van, mint a szója szósznak, csak ez tartalmazza a teljes szója bab sűrítmény gyakorlatilag. Mizó. Mizó, igen. Na, szóval, hogy van ennek kultúrája, nagyon régre visszanyúlóan. Úgyhogy az is egy fermentált hüvelyes készítmény, amit mondtam, ez a fasírt, amit akkor a hüvelyes konzervet is mondtam. És a lényeg az, hogy eljutunk oda az egész történettel, hogy nagyon könnyen emészhető lesz, teli lesz mikroflórával, tehát amikor esszük, akkor visszük befelé a testazonos élőflórát a szervezetbe, és furcsa módon nem fog gázosodást, nem fog olyan anyagokkal terhelni a szervezetet, aminek a kellemetlen tüneteit az ember érzi. Tehát ez a hüvelyesek és a gabonáknak a kibontása, illetve fermentálása. A fermentáztatása egyébként már volt egy ideig próbálkoztunk, és nekem úgy tűnt, hogy tényleg lényegesen sok javít az emésztésen. Aztán kollátragének, hogy hívják, hogy minek, amikor beáztatod este és ügyészed reggel. És akkor minden, ami benne van, tehát hogyha... A gabonákat. Hát ott is az a lényeg, hogy az áztatással az enzimek aktiválódnak, tehát a vízbe beáztatod azt a többféle gabona pelyhet, és akkor másnap reggelre nem rossz, de az a baj, hogy ebben igazából nincs különösebb bontás, itt csak egy ilyen enzim aktivitás történik benne, ami jó, tehát egy enzimgazdag étkezésed lesz reggel, viszont a gabonákban lévő szénhidrátok, fehérjék nem lesznek bontva, tehát nem lesz olyan intenzív a folyamat, hogy az a gabonában lévő szénhidrát az elcukrosodjon, elédesedjen. Tehát ezzel vigyázni kell, mert nem sok salakanyagot, hanem ezeknek nagyon, amit te mondasz, ezeknek a reggelinek, nagyon nehéz az emésztése. Tehát amikor megeszed, akkor bélmozgás, meg azt érzed, hogy hú, de jó, megmozgatja, meg tök jó, borzasztó nehéz azt a bontatlan keményítőt megemészteni. Nehéz. Nehéz. A másrésztről, hogyha a gluténes gabonákat fogyasztasz, akkor ez még nagyon erősen
megterheli az a glutén a szervezetedet. A gluténes gabona, és itt azért vigyázni kell a zabbal is, mert nagyon sokan szeretik úgy enni a zabot, hogy lepelyhesítik, beáztatják, és akkor másnap reggel majd elcsemegézik. Ugyanis az a négy gluténesnek mondott gabona, de ez nem létező fogalom, mert ez a négyben nem glutén van, glutén egyedül a búzafélékben van, a többi, a zab, az árpa meg a rozsban nem glutén van, hanem a két összetett fehérje alkotja a búzában a glutént, az egyik a gliadin, a másik meg a búzára jellemző adott fehérje, ha pontosan emlékszem, akkor búzában azt hiszem a glutamin nevű fehérje, ezt hívjuk gluténnak. De a gliadin az ott van ebben mind a négy gabonában. És a többi négy gabonát, aki gluténérzékeny, azért nem tudja emészteni, mert ezben a négybe azonos ez a gliadin fehérje és az a fajta specifikus fehérje, és ezt nem bírja emészteni, tehát hasonló tüneteket fog produkálni. Úgyhogy én magam sem szeretem ezeket a feldolgozatlan gabonákat, másrészt nagyon sok nehezen bontható anyag van benne. Előnyét is lehet sorolni, ez akkori ödomos, már ez, én azt mondanám, ez egy haladó kategória. Az ember rendbe rakja magát, tökéletes a bélflóra, emésztő szervek, illetve minden szerv szuperül dolgozik, akkor elbírod alkalomszerűen hetente egyszer-kétszer, hogy egyél ilyen földolgozatlan gabonát, vagy megegyél egy fehér lisztből készült akármilyen földolgozású pékárút, vagy tésztát, de az azt jelenti, hogy akkor sem állandóan. Tehát mivel attól borul fel részben a bélflóra, hogy ezeket esszük, a helyreállítás után nem térhetünk vissza megint a táp értékét vesztett élelmiszerekhez, tehát amiket már beszéltünk. De belefér, hogy néha családi ebédnél akármilyen bontatlan glutén tartalmú tésztát, vagy süteményt, vagy akármit megegyünk, azt már el fogjuk viselni. De amíg nincs rendben, addig nem fogjuk tudni elviselni. Na, műzőszeret is egy ilyen tévhit, hogy ez mennyire jó teszt, amikor a gyerek megfogja, vagy a... Nem, ezek mind lektin bombák. Tehát nagyon nehezen bontható fehérje terhelések, és ha még mellé a gyereknek adunk egy bolti kakaót, vagy egy vaníliás teitalt, hát előbb-utóbb komoly emésztőrendszeri problémák lesznek. Igen. Én szeretném kérdezni, a fermentált üvéseket utána rendesen tudod használni, főzített utána használod esetleg, most akkor lencselemesnek vagy? Így van. Ott megvan ez a mondjuk erjesztett hüvelyes konzerved a polcon, eláll sokáig, és akkor előveszed, levesbe beleöntöd, mivel már főtt állapotban van, ezért csak forralsz egyet rajta, és már készen is van. De nyersen, salátákra szoktam adni. Mert egyszerűen nyersen annyira finom, meg szinte érzed, hogy ami megy be, már várja a szervezet, hogy úristen, végre valami nekünk való, ennivaló. De komolyan, lehet érezni. No, kicsit a gondolatot összefogva és lezárva, mert túl is szaladtunk rajta. Szerintem úgy a körülbelül, amit gondoltam, azt elmondtam. Viszont mivel kapcsolódjak egy gondolat erejéig az egész előadás sorozatnak a témájától, hogy a termőföldtől az asztalig, illetve utána a budiig mi történik, ebben a körforgásban nem szabad megszakítani a természetes ökológiai körforgásnak, de inkább azt mondanám, hogy ennek a mikroflórának, mikroorganizmus közegnek a körforgását nem szabad megszakítani. Most elmondom röviden az állomásait. A termőföld, a növény, abból az étel, a mi bélflóránk, a budi,
az abból készült komposzt, és megint a termőföld. Tehát ezt a körforgást hol lehet nagyon drasztikusan megszakítani? A termőföldnél. Tehát a termőföldben, ha már nincs élet, nincs mikroflóra, akkor már a növény már beteg lesz, tehát mindenféle nyűgje baja lesz. Mi sem jutunk hozzá ahhoz a flórához, akkor ha esetleg jó növényt kapunk, jó a talaj, jó a növény, eljutunk az asztalhoz, de megfosztjuk azt az ételt a tápegész formájától, tehát kezdjük megint ugyanott a fehérlisztes dolgokkal, akkor az asztalnál is megborítjuk ezt a szisztémát, hiszen bennünk, ami a patogén flórát fogjuk etetni elsősorban, nem a felépítő bélflórát, tehát ott is meg tudjuk szakítani, és így, ha megyünk körbe-körbe ezen a láncon, hol szakítjuk meg még? Hát a budinál az, hogy nem komposztot készítünk a salakanyagokból, hanem szennyvizet. Nyilván én is 35 évig szennyvizet gyártottam, mint ma mindenki majdnem, de hogy ebbe az ökológiai körforgásba egy szemetet, egy veszélyes hulladékot hozunk létre, vagy pedig egy komposztbudival, ami nem egy ördöglakat, hát egy vödör vagy egy gödör, tehát hogy nem egy nagy művelet. És gyakorlatilag megtartjuk ezt az ökológiai körforgást, a budiban keletkező komposztanyag megy a gyümölcsfákhoz, meg a mit tudom én, de... Itt, bocsánat, csak a komfortot hallottam egy fél szóval, hogy a komfort, és egyébként nagyon jó, hogy mondtad, csak például számomra a legkomfortosabb az, amikor nyitott ajtón látod az ember alkotni, és mondjuk nézi a megyfát, ahogy éppen virágba borul. Tehát, hogy, és így szoktam vizualizálni, hogy voltam én panellakó is, és akkor itt volt az ajtó, hogy így azt se tudtam elképzelni, hogy mondjuk aki 100 kilós, az hogy tud beférni. De hogy az nem komfortos, az biztos. És akkor még ott van mellette a tudat, de az már, hogy hová húzod le. Csak mondom, hogy a komfortot az attól függ, hogy hogy kell. Egyáltalán nem komfortos a lakás kellős közepén egyébként bent az, hogy valaki ott van, és én már előtt érzem, hogy Mert hogy szerintem nem komfortos az angol vécé, úgyhogy hogy sajnos nem tudtuk belőle. Na hát én is csatlakozom Krisztához egy budi. Csak hogy nem mondjuk. Nálatok az, de mondjuk az azért eléggé speciális, egy kialakított az a téli, igen, bent itt. Na akkor mondok nektek egy olyan komposzt budit, amit mi is használunk bent a házban. Ezzel sem mondok újat, ezt úgy hívták, hogy alomszék régen. Egy fából készült székre vágsz egy lyukat, alá egy vödör, faforgács mellé, vagy valami száraz növényi rost, és gyakorlatilag mi egy ilyen hajdú mosógépnek a tetején egy ilyen fém fedő van, az a fedele, és hát nem mondom, néha van egy kis szak, hogyha sokáig üldögél valaki rajta, vagy pedig nem olyan a végtermék, vagy na mindegy, nem sorolom. A lényeg, hogy egy teljesen jó használható komposzt budit használunk már, nem is tudom, 7 éve bent a fürdőszoba sarkába. Én leginkább nem veszem észre azt, hogy probléma lenne vele. Tehát van ilyen megoldás. No, de gondolatot lezárva, akkor így érti mindenki ezt az ökológiai körforgást, mert ezt a mikroflórát valahol elvágjuk, amiket említettem pontokat, akkor borul is. És már nagyon sok szakértő és kutató már dolgozik azon, hogy egyszerűen az embereknek bebizonyíts, hogy emberek, ha a talajt megölitek, akkor mitől várod el, hogy te beledben jó legyen a bélflóra? És ezeket már konkrétan lehet ilyen publikációkat olvasni, meghallani, és ez tényleg így van. Tehát ebben a körforgásban egy hiba van, akkor borul az egész. És erre kell nagyon odafigyelni. Én azt mondom, hogy ezt otthon, már egy kertes házban tanyán nyilván nekünk könnyebb, aki tanyán él, ezt biztosítani az viszonylag könnyű. De azért egy kertes házban is kellene iparkodni, hogy egy
egy valamiféle budi, komposztbudi, ha terve, ha kis kerted van, akkor trágyázzad, szerves anyagot rakjál bele, múlcsozzad, mit tudom én, minél élőbb legyen az a talaj, és akkor előbb-utóbb beindul ez a körforgás, és csodálatos lesz az, egy az utolsó példa, aztán tényleg futunk haza, az oroszok, imádom az oroszokat, rengeteget tanulok tőlük az ő népi gyógyászatukból, illetve a természetes gyógyászatukból. A legjobb példa, mert hogy csibészek az oroszok, azért szeretem őket. Bejött egy, mit tudom, 10 évvel ezelőtt, nem mondom a készítmény nevét, hogy egy bélflóra regeneráló fehér por, többféle fázisú, és mindegyikre le volt, hogy ilyen sorrendben egyed-egyed, az kipucolja a patogénflórát, illetve helyre rakja a patogénflórát, és a hasznos bélflórát meg úgy támogatja, hogy az magától visszaépül, illetve visz is be hasznos bélflórát, ami hiányzik. És akkor a vicc az egészben, hogy ezt igencsak drágán adják nekünk az oroszok. És mikor utána olvastunk, és hogy mik vannak benne, milyen baktériumtörzsek, stb., akkor elkezdtük fogni az agyunkat, és azt mondtuk, hogy ezek annyira okosak, hogy gyakorlatilag a réti szénán lévő baktériumtörzset adják el nekünk. Mert nem érintkezünk réti szénával, nem érintkezünk természetes növényi környezettel, mert az angol kert az hagyjuk, hanem kint nem megyünk rétre, erdőbe, hegyet mászni, nem fekszünk le a fűbe, stb. Gyerekként nem esszük meg a fűcsomót, meg a homokot, és az a durva, hogy a réti szénán található baktérium törzset adják el nekünk bélflóra regenerálásra. Legyen ez a zárszó, mert aztán sok minden lehet még, de ha még egy kérdés volt, akkor... Igen, ezt... csak itt a körforgás kapcsán, hogy a komposztnak a minősége, az múlik azon is, hogy ez hogyan megy át rajtunk, vagy... Hát persze. Vagy akár egy terén, vagy... Tehát mármint én inkább azt mondom, hogy ha valaki ipari élelmiszeren él, tehát az ABC feliratú egységben vásárol, akkor neki a széklete, hát az kívánni valókat, hogy maga után, ott sok toxikus anyag lesz, rothadási anyagok, félig bomlott anyagok, de van ennek a csodálatos baktérium flórának, amiben élünk, meg ami bennünk van, egy olyan tulajdonsága, hogy mindent lebontanak válogatás nélkül. Ugyanis felépítő, lebontó, tehát ha a széklet nem megfelelő, akkor több lebontó lesz benne. Jönnek olyanok, akik majd azt bontják le, tehát előbb-utóbb abból valamiféle komposzt keletkezik, ha erre vonatkozott a kérdésed, hogy a minőség számít-e. Hát csak hogy így, mert ott a körforgásnál ott oda váltunk ketté, hogy komposzt lesz belőle, vagy szennyvíz, és nem pedig, hogy akkor az hogyan lesz újra növény. Hát úgy, hogy az emberi komposztot mi inkább csak gyümölcsfák alá pakoljuk. Amúgy szerintem semmi különösebb probléma nem lenne, de nem szokták zöldségekre. Igen, ez csak ilyen pszichika. Lehet, hogy ez csak ilyen, mert gyakorlatilag én azt veszem észre, hogy ezekben a komposzt halmokban, tehát az emberi komposzt halmok, 2 év után nem tudok különbséget tenni, hogy az egy barna erdőtalaj, vagy ha nem mondanák, akkor nem tudnám megmondani, hogy ez egy komposztbudi volt. Tehát olyan, mint egy barna humuszos, sem jó, tehát ilyen komposztillatú, teljesen elkomposztálódott anyag lesz belőle. De ha állati, akkor nyilván az annyiból jobb, hogy a tehén, ha jó helyen tartják, akkor ő nem fog az ABC-ben vásárolni. És annyiból jó neki, meg a ló, tehén ló, tehát a kérődző állatoknak nagyon jó a trágyája. De érett trágyája ott is persze, ami el van komposztálva. Köszönöm.
Jó, köszönöm. Ha nincs kérdés, akkor köszönöm, hogy meghallgattatok.